Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Bakondi György, a miniszterelnök meg belbiztonsági megbizottja. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Most, hogy egy kicsit jobb volt az idő, mennyire befolyásolja ez a migrációnak a növekedését? A spanyol irányban rendkívüli jelentős, 500%-os növekedés van Kanári-szigetekre. Az olasz partokra irányuló migrációnál egy bizonyos mérséklődés tapasztalható, és a balkáni útvonalon újra nagy üzem van. Az egy más kérdés, hogy a görög-török határtérségből az Európai Unióba belépő illegális bevándorlók a magyar határt, többek között a szerb rendőri erők intézkedései, másrésztről a magyar határőrizet szilárdsága okán elkerülik a határt, és egy új irány alakult ki, ez a Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Szlovénia, Olaszország irány, ahol igen jelentős, sokszoros növekedés tapasztalható. A nyár közeledtével egyre több nemzetközi rendőrcsapat fog megjelenni nálunk. Mennyire segíti ez a belbiztonságot? A határtérségben eddig például cseh rendőrök is, osztrákok is, egy időben szlovákok, lengyelek is teljesítettek szolgálatot, sőt a Frontex megfigyelő tisztjei is. A legutóbbi időben már a csehek és a törökök voltak jelen, osztrákok is. Most a közelmúltban cseh rendőrök távoztak, mondván, hogy annyira lecsökkent az illegális bevándorlóknak a létszáma, hogy nem indokolt, hogy cseh rendőri erők állomásozzanak itt a határtérségbe. Magyarország jelentős létszámba küld a szerb észak-macedón határa rendőri erőket, ahol a szerb erőkkel és az osztrák erőkkel együttműködve hát lehetőleg már nagyobb távolságra próbálják feltartóztatni azokat a illegálisan érkezőket, akik korábban a magyar határa tartottak, most más útirányra mozdulnak rá. Van egy bizonyos terelődés a román határ, román-magyar határ felé is, ott elsősorban járművekbe való elrejtőzés a jellemző. Korábban a szocializmusban például német rendőröket láttunk a Balaton partján, mert olyan nagy mennyiségű német turista volt, és azokat segítették. Vajon a bulvár sajtó arról írt, hogy kínai rendőrök is meg fognak jelenni a budapesti utcákon, ők mi célból érkeznek? Hát a magyar rendőrség például hosszú évek óta, tavaly is és az idén is, a horvát tengerparton a horvát rendőr kollégáikkal közös járőrözést folytatnak. Ott ugye nagy számú magyar turista időzik, és hát ezzel a magyar rendőrök jelenlétével segítik a horvát rendőrerők munkáját. Hasonló megállapodás van érvényben a kínai rendőrök Magyarországra érkezésére. Mindenfajta torzítást olvasható volt. De a lényeg az, hogy segítik a magyar rendőrök munkáját, és önállóan nem intézkedhetnek, csak magyar rendőrökkel együtt teljesíthetnek szolgálatot. Értem. A háborús helyzet miatt beszéljünk, ami történt a hétvégén Moszkvától 60 kilométerre. Nem keresztény terroristák berobbantottak egy kulturális központot, ráadásul a kulturális központ nem éppen égésmentes anyagokból épült. Ilyenkor mindig kiderül az is, hogy a hatóságok mire és hogy adnak engedélyt. Mennyivel növelheti ez az orosz-ukrán visszacsapásokat, meg egyáltalán a terrort a térségben? Ugye ukrán területen Oroszország és Ukrajna között háború zajlik. Ez egy nagyon gyilkos, rendkívül sok áldozattal járó háborús konfliktus, amely két éve tart. Ennek keretében időről időre orosz területeket is támadásért, vagy több ízbe előfordult, hogy orosz partizánok, vagy hát ukrán segítsége működő orosz ellenállók törtek be harckocsikkal,
páncélozott szállítja a orosz területre, tehát ez egy háborús szituáció, bombáznak, rakétával átlőnek, és ez a dolog, ez most jelentős vizsgálat alatt áll teljesen értelemszerűen, 11 embert fogtak el az orosz rendőri erők, és maga Putyin elnök jelentette be, hogy az ukrán határ felé tartó terroristákat nem messze a határtól tartóztatták fel és fogták el. Az iszlám állam magára vállalta ezt a cselekményt, mégpedig az iszlám államnak egy Afganisztánban működő szárnya, és mint tudjuk, egy-két héttel korábban Amerika figyelmeztette Oroszországot készülő terrortámadásra. Nem lehet még tisztán látni ez ügyben, nincsenek megerősített információk, vannak furcsaságok, eddig például az iszlám állam elkövetői mindig fekete ruhába, többnyire az iszlám állam zászlaját is magukkal hordva öngyilkos merényletet követtek el, felrobbantották magukat, vagy tűzhazba estek. Itt terepruhás katonakinézésű emberek gyilkoltak és elmenekültek a helyszínről, tehát nem vállalták a mártíromságot. Ezek azok a kérdések, amelyet aztán egy kellő tisztázó nyomozással tisztán kell látnunk. Az biztos, hogy az emberi életet semmibe véve egy vadállati kegyetlenségű akció volt. Az iszlám állam közleménye szerint a keresztényeknek egy nagy csoportját támadták meg. Ez a terrorcselekmény azt jelzi, hogy a terrorizmus az egy létező valóság, nem csak egyes kiválasztott országokban, hanem valamennyi európai országban is. Épp ezért nem véletlen, hogy Magyarország a miniszterelnöki szinten is, külügyminiszteri szinten is kifejezte a készségét a nemzetközi terrorizmus elleni hatékony együttműködésre. Tulajdonképpen ez elképzelhető, hogy Oroszországot is fölébreszti, hogy az Iránnal és a muzulmán országokkal való együttműködésén egy kicsit lassítani kéne, hisz őket sem kimérni. Ez nem az első terrorcselekmény volt Moszkvában, talán visszaemlékeznek a kedves nézők is, egy színházban volt egy borzasztó mészárlás, de volt a dagesztáni iskolának a gyerekek túlszulejtése is, tehát metróban is volt terrortámadás. Tehát itt elsősorban a muszlim népesség köréből kikerülő terroristák időről időre súlyos bűncselekményeket követnek el. Az, hogy a nemzetközi politikába, vagy a katonai együttműködésbe Oroszország merre vesz irányt, ezt nagyon nehéz lenne megjósolni. Az szemmel látható közelmúltban Kínával és Iránnal közös hadgyakorlatot tartott Oroszország, ez mindenképpen figyelemfelkeltő, mert eddig ilyen nem volt. Mi a véleménye az ENSZ biztonsági tanácsa Izraelt próbálta elítélni, és pontosan Oroszország és Kína volt az, aki megvétózta az amerikaiak javaslatait? Hát ez a, mondjuk úgy, hogy a hidegháború időszaka az rendszeres volt, hogyha valamelyik fél tett egy javaslatot a biztonsági tanácsba, akkor a másik fél az egészen biztosan megvétózta. Ha az oroszok kezdeményeztek valamit, akkor az amerikaiak vétóztak, ha az amerikaiak, akkor az oroszok. Ez is mutatja, hogy a tömbösödés, a korábbi nemzetközi együttműködés befagyása, az embargók és a háború miatt jelentős visszaesés történt, és ez hosszú távon sem gazdaságilag, sem politikailag, sem az emberek mindennapi élete szempontjából nem előnyös, hanem kifejezetten hátrányos. Külföldi tudósítók azt állították, hogy Magyarországon sincs biztonság. Ezt úgy oldottam meg ennek az ellenkezőnek a bebizonyítását, hogy meghívtam múlt hét pénteken az izraeli közszolgálati televízióban munkatársamat, hogy jöjjön el és csináljunk a városba egy nagy sétát. Az adás innét ment le a stúdióval, éppen vendégem volt a volt honvédelmi miniszter, a KDNP frakció vezetője, és teljesen szokatlanul, civilbe öltözve, nem nagy stábbal mentünk, és nem láttuk a tankokat a zsinagógák előtt, nem láttuk rendőröket, és nyitva volt minden, és Purim ünnepe volt, és mindenki boldogan ünnepelt, és tudtunk adni a világnak egy képet, hogy lám, ez így is tud működni. Ez egy remek elgondolás volt. Én azt hiszem, hogy a magyarországi belső rend, belső biztonság, ezen belül a
zsidó népességnek a biztonsága az egy magas prioritás a magyar kormány szempontjából. Nyilván a rendvédelmi szervek ezt követően ezután is mindent megtesznek, hogy ez a biztonság valamennyi magyar állampolgárt és minden itt tartózkodó külföldit is pozitívan érintsen. Ez előnyös gazdaságilag is, de a mindennapi életvitel szempontjából is. Meddig tartható nehezen fönn ez a zéró tolerancia? Az alapötletet az adta, hogy szerte Európában tüntetések vannak az állítólagos palesztin nyomorúságért, és itt meg nem, pedig itt is vannak elég palesztinok. Hát először is nincsenek annyian, sőt sokkal-sokkal kevesebben vannak. Mert hát igen, ugye, mert a kormány megvétózta, hogy a rabbi képző tőszomszédságában a mecsetet építsenek. Nem, azt csak, mondták, nem csak erről van szó, ez is így van, de azért, ha belegondolunk, hogy az elmúlt 8-9 évben, mondjuk 2015 óta Nyugat-Európa országokban milyen arányban növekedett az illegális migrációval beérkező muzulmán tömegek száma, és ahol ez a számarány már elérte, vagy meghaladta 10%-ot, azok nagyon gyakran egy irreverzibilis folyamatot eredményeztek, és akkor megjelentek olyan új elemek, amelyek között feltétlenül említhető az antiszemitizmus, olyan megnyilvánulásokat is tapasztaltunk az elmúlt hónapok tüntetései kapcsán, amely oly mértékű antiszemita durva megnyilvánulások, amelyek 1945 óta magyar, illetve Európában nem fordultak elő. Na, de azzal nagyon érdekes, hogy nagyon sok tüntetőt megkérdeztek, hogy miért tüntetés, azt se tudta, hol van Palesztin, és azt se tudta, hogy tulajdonképpen miről van. Szóval ez egy ilyen lárpullár. Ezt nem tudom megítélni, az biztos, hogy ezek a megnyilvánulások nagy vízhangot kaptak médiába is, és több országban a zsidó felekezethez tartozó embereket ez megrémített, megijesztett, és azt hiszem, hogy az, amit ön is a bevezetőben említett, hogy Magyarországgal kormány a zéró toleranciát hirdetett évekkel ezelőtt az antiszemitizmusra, ezt az itt élők valamennyie tudja, ismeri és nagyra értékeli. Ugyanakkor mit tud nekem arról mondani, hisz ez a téma önt is valamikor nagyon érdekelte, hamarosan helyhatósági választások vannak, nem csak nálunk, hanem egész Európában, és európai parlamenti választások. Nagyon sok helyen ezek a migránsok, illetve nem normális úton oda jutott új bevándorlók ma már szavazhatnak. Mennyibe fogja ezek ezt, mint szavazógépeket, importálták őket, vagy már annyira jól tudják a helyi nyelvet, hogy el tudják ugye a helyhatósági választásoknál a jogszerűen az adott országba tartózkodó külföldiek is szavazhatnak, tehát az önkormányzati választások, így Magyarországon is. Nem véletlen, hogy Budapesten, főleg az egyetemisták által sűrűbben lakott kerületekben idegen nyelven is folyik a kampány. Szeretnék, hogyha ezek a külföldiek, hát nyilván az adott kerület vezetése által elsődlegesnek tekintett pártokra szavaznának. Most Nyugat-Európában is hasonló a helyzet. Az Európai Uniós és országgyűlési képviselői választásoknál ott csak állampolgárok szavazhatnak, még Németországban pedig külföldön is. Németországban gyorsított ütembe kaptak állampolgárságot. Van erre törekvés, hogy minél egyszerűbben és minél többen kapjanak állampolgárságot, abból a kiindulásból, hogy ezek az új állampolgárok, ami a muszlim népességhez, az iszlám valláshoz tartoznak, és egészen biztosan nem fognak nemzeti keresztény pártokra szavazni, és akkor ez előnyös lehet más pártcsaládok számára. Ezek rövid távú, végig gondolatlan és súlyos következményekkel fenyegető politikai megfontolások. Na de ezek az emberek fognak törvényeket alkotni az Európai Unióval, ami ránk is vonatkozik, és én nem szeretném, hogy olyanok, akik nem idevalók, akik a nyelvet nem tudják, döntsék el, hogy én hogy legyek európai. Nagyon sok olyan jogalkotási lépés maradjunk, például a migrációt tekintve, történik és történt, amely korábban nem volt elképzelt, mondom egy példát, talán kevés sajtónyilvánosságot kapott. Döntött az Európa Parlament arról, hogy azok a
civil szervezetek, akik segítik az illegális migránsokat, azok ne lehessenek büntetőjogilag felelősségre vonhatók. Vagyis az állam büntetőjogi joghatóság alól kivennék a civil szervezeteket, akik amelyik az ideérkező migránsokat segítik. Erre azt mondjuk, hogy na hát itt ez egy kényes dolog, mert joghatóság alól valakit kivenni, hát az alapelv, hogy az a jog mindenkire vonatkozik. De még tovább is léptek. Azt mondta, ugye a embercsempész és a határsértő segítője között nagyon vékony a választóvonal, az a különbség, hogy az egyik pénzét csinálja, a másik meg csak úgy segít. Ezért aztán még beletették azt a szabályt, hogy ha a civil szervezet méltányos juttatásban részesül, akkor szintén nem lehet megbüntetni. Most, hogy aztán mennyi a méltányos juttatás, és ez hogy viszonyul az embercsempészek juttatásaihoz, ezt most pillanatja, amíg a jobb szabály nem tartalom. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában dr. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója volt stúdiónk vendége. Mielőbb visszavárjuk, hogy tisztán lássuk. Köszönjük, hogy eljött. Most előzetesek, és már is megyünk tovább. Tartsanak velünk.